Szép jó estét kívánok! Önök a Tea 349-kor című műsor következő adását látják. A ma esti műsorhoz is igen jó szórakozást kívánok, és szép jó estét! Jó estét kívánok, kedves nézőim! Ma esti vendégem egy igen népszerű énekesnő, Vékány Sarolta, fogadják szeretettel. Szervusz, Saci, hogy vagy? Szervusz. Nagyon jól vagyok, jól érzem magam. Mindenki jól van körülöttem, gyerekeim, férjem, édesanyám. Úgyhogy jól vagyok. Kutyus nincsen? Igen, a kutyák is jól vannak. És milyen kutyusok most, vannak? Hát nekünk kaukázusi orosz kutyáink voltak, sajnos hamar elpusztultak, nagy testűek és szívbetegek lettek. Elég sokat ápolgattuk őket, elég nehéz is volt, úgyhogy éppen ezért váltottunk kutyafajtát és rottweilert. Van egy nagy rottweilerünk, az 2 éves és most egy kisebb, egy 6-7 hónapos lesz most már az Aida. Nagyon sok gond van vele, a virághagymányot kiássa, rendetlen, rámugrik, igen. De hát nagyon, nagyon szép kutyák, és egészen másfajta kutyák, mint ami eddig volt nekünk, mert volt magyar vizslánk, aztán volt skót juhászunk, volt kuvaszunk is, az eléggé kemény kutya volt, el is kellett ajándékozni, mikor a fiamat meg akarta enni, akkor sajnos muszáj volt. Azt hiszem, hogy ezek is kemény kutyák lesznek, de azt hiszem, okosabbak. Szóval azért sok mindenre meg lehet őket tanítani. Apropó, ilyen népes család mellett. Igen. Hogy jut a művészi pálya mellett a családra is idő? Hát lavírozgat az ember, beossza a dolgokat. Igyekszik, hogy az egyik ne menjen a másik rovására, de ha ügyesen csinálja az ember, akkor mindenre van egy kis... Szóval optimális idő jut mindenre. Mert te közismerten jó háziasszony vagy, csodálatosan főzöl. Hát az igazság, nem én főzöm, mert az édesanyám főz, de nagyon sokszor főzünk a Jánossal, és nagyon jókat, és szóval tudok főzni, de naponta én nem főzök. Büszke vagy a gyerekeidre? Hát persze, hogy büszke vagyok, szerintem mindenki büszke a gyerekeire. Most már ugye azért kezd kialakulni, hogy mi lesz belőlük. Amikor kicsik voltak, akkor igyekeztünk őket a zene szeretetére nevelni, azért irattuk őket zenei általános iskolába, ahol hangszerezenét tanultak. Nagyon sokszor vittem őket bizony a város másik felébe szolfézsra. Zongorát tanultak mind a ketten, aztán Gergő később klarinétozni tanult. De nem úgy nézett ki a dolog, hogy ők a mi pályánkon akarnak boldogulni. És na, végül is úgy alakult a dolog, hogy Réka nagyon jó tanuló volt a gimnáziumban is, mikrobiológus szeretett volna lenni, és aztán egyik perccel a másikra azt mondta, hogy jelentkezik a színművészeti főiskolára. Jelentkezett, fölvették, most 4. éves, és az az igazság, hogy nincs itthon, kapott egy csodálatos szerződést Németországba, és körülbelül két héttel ezelőtt utazott el. Decemberről megyünk ki a bemutatóra, és hát nagyon kíváncsian várjuk, hogy egyáltalában. Nagyon izgulunk, és nagyon reménykedünk, hogy jól sikerül ott neki. És Gergő? Gergő tulajdonképpen egy tömegkommunikációs gimnáziumba járt. Először nagyon érdekelte a fényképészet, aztán nagyon sok ilyen kis videófilmet is készített, volt olyan is, amit bemutatott a Híradó mozi, de most ő is úgy döntött, hogy majd jelentkezik a színművészeti főiskolára. Most indul egy musical osztály jövő évben is arra. Tehát gyakorlatilag egyik gyermek sem esett messze a fától idézőjelben. Milyen egy előadó művésznő, egy énekesnő élete tulajdonképpen? Akkor rosszul fogom, másképp igen, fogalmazok. Tehát egy énekes házaspár élete milyen? Úgy általában egy napja. Hát a dolognak
második részét tudom igazán elmondani, amikor fellépünk, mert szerintem az első rész az ugyanolyan, mint az összes többi emberé. Ugyanúgy kell mindent elintéznünk, azokat a dolgokat csináljuk mi is, mint mindenki más. Aztán beülünk a kocsiba, és elindulunk a kultúrház felé. Minden egyes alkalom egy meglepetés, hogy most hova érkezünk, milyen lesz, jól sikerül-e, és akkor fellépünk. És aztán minden nap hazamegyünk, minden nap otthon alszunk, és másnap kezdődik előről. Van valami hobbid? Hát mindig találok valamit, amivel úgy kicsit jobban foglalkozom. Aztán ez tart 2-3 évig, és akkor megint csak másba csapok bele. Volt egy időszak, nem is olyan régen, amikor nagyon érdekeltek a fűszernövények. Van egy kis tanyánk, és ott is nagyon sokféle fűszernövényt termesztettem. És még otthon a kertes házban lakunk itt Budán, tehát itthon, itt is elültettem egy pár fajta növényt, és nagyon tetszett. Csak hát aztán annyit kellett gyomlálni, meg annyit kellett, de nagyon sok mindent tanultam ennek kapcsán. Aztán volt olyan időszak, amikor nagyon szerettem varogatni, nagyon sok olyan terítő van, párna van, amit én csináltam, még kocsival is tudok hímezni, aztán az is elmúlt. De tulajdonképpen olyasmivel nem foglalkozom, hogy nagyon sok időt elvesz az életemből. Elvesz nem az én életemből, hanem elvesz a szakmából, vagy elmesz, hogy a gyerekeimmel foglalkozok, vagy a férjemmel foglalkozok, mert az nem megy. Tehát gyakorlatilag te a szakma mellett alárendeled az életed a családodnak? Én nem rendelem alá, mert ha én ezt úgy érezném, hogy ez egy alárendeltség, akkor az rossz lenne. De addig, ameddig én ügyesen lavírozgatok, és borzasztóan boldog vagyok, és jól érzem magam abban, amit csinálok, addig ez nem alárendeltség, hanem ez egy nagyon jó dolog, ez egy jó komfortérzés, ez nem alárendeltség. Nyilván nem pejoratíve értettem. Igen, végül is lehet, de én borzasztóan jól érzem így magam. És éppen azt kezdtem el mondani, hogyha az a bizonyos dolog, amihez nekem kedvem van, az nagyon sok időt veszel, akkor abba hagyom. Hát le is mondasz. Igen, persze, de nekem nem rossz érzés lemondani. Én a napokban hallottam, hogy a sport az életetekben az borzasztó sokat jelent, a családi életben is, a téli sportok is. Hogy mi mindent tanultatok meg a gyerekek miatt például a kokáért? Először görkorcsolyázni tanultunk meg, akkor még nagyon kicsik voltak a gyerekek, 10 év körüliek. Ez a görkorcsolya, ez egy nagyon nehéz dolog. Én többször nagyon nagyokat zuhantam, úgyhogy én le is tettem arról, hogy bár még egyszer felveszek ilyesmit a lábamra, mert ez életveszélyes dolog. De síelni például a gyerekeink kedvéért tanultunk meg, és az maradandó lett. Síelni nagyon szeretek, és tudunk is, és semmi baj vele. Az egészség. Igen, és egészség, kint van az ember a jó levegőn, nem az a fontos, hogy száguldozzon meg, nem létező kunsztokat csináljon, hanem hogy minden évben legyen lehetősége egyszer egy hetet, vagy kétszer egy hetet elmenni, és levegőn lenni, és picit mozogni, tényleg nagyon óvatosan kell, mert ne törjön el az ember lába. Szóval szépen. Ami a sportot illeti. Igen. Férjed Kós János köztudottan nagy futball rajongó, és egyéb sportok rajongói. Te is szeretsz, vagy jársz sporteseményre? Nem, arra nekem nincs időm, sporteseményre nem járok. De ha valami fontosabb dolog van, megnézem a televízióban, de nem megyek el. Egy énekesnőnek feltétlen szükségszerű, hogy képezze folyamatosan is a hangját? Én nem vagyok ebbe biztos. Nekem semmi bajom nincs a hangommal, a torkommal, és nem járok énektanárnőhöz, de volt idő, amikor jártam, de nem érzem a hiányát. Nem kell. Én nekem nem kell. Biztos, hogy van olyan, akinek szüksége van. Tehát tréningben vagy, ez igen, azt jelenti igen. Állandóan. Igen. Lemez, önálló lemezre nem gondolsz mostanában? Hát, volt olyan időszak, amikor 10 évvel ezelőtt, amikor kaptam olyan ajánlatot, hogy felvesznek velem egy nagy lemezt, de megmondom neked őszintén, hogy én úgy éreztem, hogy csak azért, hogy nekem legyen egy nagy lemezem, és ebből eladjanak X mennyiséget, már pedig én nem vagyok olyan népszerű, hogy egy nagy lemez
ebből én tőlem nagyon sokat megvegyenek. Én úgy éreztem, hogy arra nekem nincs szükségem. És most is úgy érzem, hogy jól tettem, hogy nekem nincs nagy lemezem. Van egy pár kis lemezem, régi számokkal. És egyáltalában hát én úgy érzem, hogy ez a könnyűzenei szakma eléggé, szóval nem csak én rólam van szó, hanem egyáltalában hát nincs a médiákban, nem szerepel, nagyon helytelennek tartom, nem születnek slágerek, már pedig az emberek azok szeretnek énekelni, és nem születnek új slágerek, hát éneklik a régieket. Egy újabb feldolgozásban. Hát tehát például, de hát ha valaki dúdol, akkor ott nincs feldolgozás, ott egész egyszerűen csak szeret egy dallamot, és azt dúdolja, vagy énekli munka közben, vagy otthon. Én csak azért tettem fel neked ezt a kérdést, és nem vájkálni akartam, félreértés ne essék, ez nekem nem stílusom, csak óhatatlanul megfordult bennem az a gondolat, hogy ebben az országban szinte mindenkinek ma már van kazettája, CD-je, mindenkinek, aki kiejt három hangot a száján, akár jól, akár rosszul. Akik pedig, tehát mester szinten mívelik ezt a szakmát, szeretik, nevük van, azok nem kerülnek oda. Tehát hol van itt a sorsnak az igazságossága, vagy az igazságtalansága? Hát talán azért nem születnek slágerek, illetve azért nem jutnak el hozzánk a slágerek, mert olyanok van tel a szakma, akik erre alkalmatlanok. Ez nem könnyű dolog. És hát nagyon sok minden kellene még ahhoz, hogy eljusson hozzánk egy jó dal, az nem adott most már hosszú évek óta nálunk. Nagyon sokan adnak ki például kazettát csak azért, hogy legyen hanghordozójuk saját kiadásban, és én egyszerűen azt nem tudom elképzelni, megjelenik Gipsz Jakabnak a kazettája, és rögtön úgy van beharangozva, hogy és már is gyémánt lemez lett. De hát az emberek tudják, hogy ez nem gyémánt lemez, hogy ez neki miért jó, azt én nem tudom. De én nem hiszem, hogy benned ilyen tekintetben nincs hiányérzet, hogy ez nem fáj. Először is én nagyon-nagyon sokat énekelek, én a férjem műsorában lépek fel elsősorban, én ott nagyon jól érzem magam, én az ottani feladatomat nagyon szépen megoldom, énekelhetek elsősorban, ez a legfontosabb. Tulajdonképpen a János kazettáin mindig énekelek egy-két számot, nem vagyunk nagy duettezők, vagy duettet, de inkább egyéni számot, úgyhogy ha valaki oda jön hozzám és azt mondja, hogy esetleg művésznő énekel valami, akkor megmondom, hogy a Jánosnak ezen is ezen a kazettán énekelem ezt és ezt a számot. Ez engem tökéletesen kielégít. Én meg kell, hogy mondjam őszintén, én téged nagyon csodállak minden tekintetben, mert bennem csak motoszkálna mindig, és nem az irítség, csak maga az a tudat, hogy, és én most hadd ne soroljak neveket, hogy mikkel keresnek művészek, vagy mondva csinált művészek vagyonokat. És én nem hiszem, hogy ma nem írnak slágereket. Tehát, hogy nem írnának slágereket. Lehet, hogy félnek tőle, hogy nem lesz kassza siker. Hát a középkorosztálynak is kellene, az én korosztályomnak is kellene a zene. Hát igen, de ezt a zenét el kellene juttatni a közönség felé, és ez nálunk ma nem működik egyáltalában. Mi bűveljük azzal, hogy elmegyünk, és kultúrházakba lépünk fel minden áldott nap. És megmondom neked őszintén, hogy nagyon sok olyan dal van, és nagyon sok olyan zene van, amit kérnek, mert megismerik. Ezáltal nincs a televízióban, nincs a rádiókban. Ez nem tudom, hogy kellene csinálni, csak azt tudom, hogy nincs. Nem működik a dolog. Az, ami megjelenik dalként, az nem olyan jó. Tehát nem azok csinálják, nem azok vannak ott, akik erre alkalmasak. Mert akkor biztos, hogy énekelnénk slágereket, akkor a fülünkben lenne valami. Új slágerek nincsenek. Hát hol vannak akkor ezek a tényleg úgynevezett slágergyárosok, a Havasi Viktor, a Dobos Attila, a hadd ne soroljam azokat, akik slágereket tudtak gyártani. Hát hol vannak? Ezt soha nem ők gyártották, hanem fölvette a hanglemezgyártó, fölvette a rádió. Hát a rádióban manapság olyan nincs, hogy megszületik egy szám, és akkor van egy ilyen könnyűzenei osztály, és akkor azt mondja, hogy mi ezt felvesszük, ez megszűnt. Mert akkor felvettek sok számot, és abból ezeket játszották, és
egy pár bement az emberek fülébe, mert az nagyon jó volt. Most nincs ilyen. Televízióban sincs könnyűzenei műsor. Hát az egyáltalán hát nincs. Akkor azért az embereknek azért nem jut el. Azért nem jut el az emberekhez. Az utolsó, a Körmendi Vili volt, akinek ez szíve. Tehát ehhez szíve volt, és igen, foglalkozott ezzel. Hát akkor üzenhetünk esetleg a médiáknak, hát hogy nosza, amire igény volna, azt kellene esetleg fölvenni, illetve azt kellene szorgalmazni? Lehetne ez egy ilyen olyan kívánság mindannyiunk részéről, hogy a jó Jézuska esetleg meghallja, vagy a télapó, és ezt hozza esetleg a következő évre? Jó lenne. Zárhatnánk ezt a beszélgetést azzal, hogy én tiszta szívemből kívánom neked, hogy légy nagyon sikeres minden tekintetben, ugyanilyen boldog és kiegyensúlyozott maradjál, viszont de tudsz 120 évig, szabad ilyet kívánnom? Hát kívánjad, nagyon aranyos vagy, nagyon jól esik. És nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, hogy megkérdeztél. Köszönöm szépen. Hódolatom elég lesz, fogadjál tőlem. Köszönöm.